A Váci Mihály Kulturális Központ, a Görög Kultúráért Alapítvány, valamint a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata szombaton igazi görög nappal várta a látogatókat. Megnyílt a Görög Kultúráért Alapítvány tárlata, a vendégeket dr. Urli Attila, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte. 2010-ben volt itt először a múzeumok éjszakáján görög show, görög nap. A mostani ez több szálon folyik, mert van egy kulturális együttműködés kialakulóban a helyi görög származású emberek, lakosok, illetve az Országos Görög Önkormányzat között egyrészt. Másrészt úgy gondolom, hogy a görög kultúrának ugye van egyfajta keletje a magyarok között, és ezért próbálkozzunk meg itt a művészeti házban azzal, hogy egy ilyen nagyobb görög show jöjjön létre. A nyíregyházi programon részt vett Agárdi Bendegúz, a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának alelnöke. Nekünk, mint a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzatának célunk, hogy tényleg országosan működjünk, és szeretnénk a jelenleg Nyíregyházan élő egy-néhány görög családot ugyanúgy felkarolni, beindítani a görög nyelvoktatását szeptembertől a városban. Jelenleg olyan 5-6-7 görög családról tudunk, a népszámláláskor olyan 25-en vallották magukat görög nemzetiségűnek, és a Magyarországi Görögök Kulturális Egyesületének a helyi szervezete is el fogja kezdeni itt a működését. Ezt követően filhellén magyarok és hungarofil görögök Nyíregyháza és Tokaj térségében címmel dr. Diószegi György művelődéskutató tartott előadást. A 17. századtól jellemzően érkeznek görög kereskedők, majd a 18. század az igazi nagy hullám, és meg kell emlékezni azokra a görögökről, akik 1948. áprilisától érkeznek Magyarországra. Egy humanitárius befogadás volt Magyarország részéről, több ezer görög menekült érkezett, nagyon sok gyerek, és hát azért fontos ezt megemlítenünk, mert ők alkotják ma a görög önkormányzatokat. És ezek a magyarországi görög önkormányzatok őrzik a régi görögök örökségét. Tokajtól Kecskemétig, Nyíregyházán, Debrecenen át az ország sok városában jelen vannak. A délután vendége volt Papadimitriu Athina színművész, aki Szeretett könyv a színpadon címmel adott zenés irodalmi műsort Müller Péter műve nyomán. Egy színjáték, amiben én vagyok a főszereplő. A másik fajta beszélgetés az, amikor valaki társat keres. Na ez nagyon ritka. Este már a tánc kapta a főszerepet, fellépett a Zeiss Görög Tűz című műsorával, az Ellinizmosz Táncegyüttes, a Görög napot pedig Görög Táncház zárta.